1983. június 22-én hajnalban 4 óra 10 perckor megjelent az ezerarcú, kiszámíthatatlan természet, kimondhatatlan szomorúságot, veszteséget hagyva maga után. A Márkushegyi üzemünkben bekövetkezett tragédia arra figyelmeztet bennünket, hogy a természet orvul támadó erői elleni küzdelmet változatlanul tovább kell folytatnunk. Itt állunk, fájdalmunkkal, akaratlan búcsúzkodásban, mérhetetlen súlyos bánatunkkal, és ilyenkor nem lehet más vigasztalás számunkra, mint az őszinte, igaz szó, az együttérző emberi részlét, amely a gondolatok szárnyán formálódik igazi emberi beszéddé, amely egyé kovácsol bennünket egy ország bányásztársadalmával. Méhes Lajos ipari miniszter, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága a kormány nevében vett búcsút. Beszédében elmondta: egész névünk nevében, az elmúlt napok döbbenetével a szívünkben búcsúzom a munkafrontján hősi halált halt bányász testvéreimtől. Fel sem ocsúttunk a döbbenettől, amikor néhány órával később a nógrádi szénbányák Kányásbánya üzeméből áldozatokat követelő omlásról kaptunk hírt. És hihetetlen, hogy szavuk örökre elnémult, hogy soha többé nem lesznek közöttünk. 33 magyar és 4 lengyel bányász, hivatásukhoz hű, tragikus sorsú ember nyugszik előttünk a rabatalon. Ők, akik sok ezer társukkal együtt, a veszélyt ismerve és vállalva, nap-nap után szálltak le a mélybe, hogy a sötétségből fölhozzák az energia egyik nélkülözhetetlen forrását, a szenet. A repülősök tiszta égboltot kívánnak egymásnak indulás előtt. A bányászok köszöntése. Jó szerencsét! A munka lengyel hősi halottaitól a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete, Jerzy Zielinszky búcsúzott. A legmélyebb együttérzését fejezte ki a magyar kormánynak és a magyar népnek nagy gyászában. Garga Albert vezérigazgató az elhunytaktól, mint munkatársaitól köszönt el. Felejthetetlen bányász testvéreim, búcsúzom tőletek, feleségek, anyák, gyermekeiteket szerető rokonok, munkatársak, az aggódó ismerősök, az MSZMP Komárom megyei bizottsága, az Oroszlányi Városi Pártbizottság, az Oroszlányi Szénbányát vállalt pártszervezete, szakszervezeti bizottsága, a KISZ bizottsága, a Márkushegyi bányaüzem kollektívája nevében. Búcsúzom tőletek, Bíró István, Brunda László, Emődi Ferenc, Erdélyi Gyula, Erdősi László, Farkas Sándor, Halasi István, Halász Sándor, Horváth Mihály, Kókai Miklós, Kolomics Lajos, Lakatos Bertalan, Lót János, Horváth István, Kovács Károly, Markovics József, Martin István, Módi Károly, Németh Imre, Nyolcas András, Pirik István, Pis László, Puska József, Reinhardt József, Sóvágó Imre, Szabó Sándor, Szűcs János, Vicai Sándor, Stanislav Zila, Ervin Kasica, Zbrislav Rolka, József Benek, Kottyán József, Mészáros László, Ráb János, Szekeres Mihály, Backó Béla. Halálzatot oldozó halál, fogad őt kegyesen, hisz ingoványos berkeidben kivándorolt még annyit innen, mint ő, ki tudta, veszni kell, de visszajárt testvéreivel megosztott üdvöt és halált. Föld, erdő, város, az egész megmért világ, ringassa kegyelettel és anyásan hű fiát. Nyomában őszi szénaillat és avarfüst szájon, szőke csillag vezényeljen tücsökzenét. Szitakötők, tiszöljetek szemükre kék szerelmetekből szenvedőt. És fecskék, virágok, muzsikák, és ti gyermekek, éljétek életeket tovább. Emlékeztessetek, kiben világ gyűlt eddig egybe, most elvegyült a részletekbe. Oly bonyolult és egyszerű, mint ami volt a mindenséggel test, s a mű immár hol. lakóhelyük temetőjében helyezik örök nyugalomba a bányászat hősi halottait. Móron először dr. Kapoly László búcsúzott tragikus sorsú bányász testvéreitől. A kegyetlen sors súlyos csapásától mélységesen megrendülve hajtjuk meg fejünket előttetek. A Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete, az Ipari Minisztérium, a Magyar Bányásztársadalom egész nevében veszünk fájdalmas búcsút 6 hősi halott bányásztestvérünktől, megemlékezve a Mecseky Szénbányák Béta aknájában, a Márkushegyi aknában és a Nógrádi Kányás aknában történt balesetek áldozatairól is. Garga Albert búcsúzott. A legtapasztaltabb Ráb János volt. A Márkushegyre a déli bányaüzemből jött át 1985-ben. Csendes, megfontolt és szorgalmas János bácsi. Ahogyan a fiatalok mondták, többé már nem tudja átadni tapasztalatait a fiataloknak. Szekeres Mihály is nagyon szeretett a fiatalok között lenni. A rábízott feladatokat mindig pontosan elvégezte. Ezúttal tőle is búcsút kellett vennünk. A 2 gyermekes édesapa, Horváth István, több mint 12 éve dolgozott a vállalatnál, a Márkushegyen 3 éve. Szerette a korszerűt. A nem régen alkalmazásba vett talpnyesőgép kezelését rövid időn belül elsajátította. 3 fiatal társuk nem juthatott elettig. Előttük állt szinte az egész életük, és nagy felelősséggel készültek is rá. Bár a tudomány és a technika egyre nagyobb segítségünkre van, de az ember és a természet közötti örök harc ismét súlyos áldozatokat követelt, kimondhatatlan veszteséget és szomorúságot hagyva maga után. Az orvul támadó természeti erők 37 munkatársunk és barátunk életét követelték abban a bányában, ahol nem csak a mát, hanem a jövőt is építik. Memento Mori, emlékezz a halálra. 1984. június 22-én emlékezni jöttek az emberek az Oroszlányi temetőbe. Egy évvel a szörnyű tragédia után avatták fel a hősi halált halt bányászaink síremlékét. A kegyeleti megemlékezésen jelen voltak a vállalat, a megye, a város gazdasági és társadalmi vezetői, a hozzátartozók, a munkatársak és a barátok. A bányász himnusz szomorú, de mégis szép és felemelő hangja mellett helyezték a sírokra a koszorúkat és a virágokat. A sors kegyetlen véletlenje, hogy a pusztavámi temető épp a Márkushegyi üzem szomszédságában van. Így itt a kegyeleti megemlékezés különösen fájdalmas volt. Az évforduló alkalmából a Mori temetőben is elkészült a hősi halált halt bányászok síremléke. A kegyeleti megemlékezésen a nagyszámú hozzátartozókon, a munkatársakon kívül jelen voltak Fejér, Komárom megye, Mórováros, valamint az oroszlányi szénbányák gazdasági és társadalmi vezetői. Szomszédságában lévő kisközség Nagyvelek temetőjében is megemlékeztek 1984-ben a Márkushegyi tragédia hősi halottairól. A vállalat vezetői, a volt munkatársak a hozzátartozók virágai mellé letették az emlékezés koszorúit. Ezen a napon a nagyvelegi temető csendjét a bányász himnusz hangjai tették ünnepélyessé. Márkushegyi bányaüzem udvarán előkészítik Nagy Benedek szobrászművész alkotását az átadáshoz. A mártír emlékmű a tragédia áldozatainak állít örök emléket. Az emlékmű avatásához megérkeznek a minisztérium, a tröszt, a megye, a város, a vállalat vezetői és a lengyel delegáció. környező településekről autóbuszok hozták a dolgozókat, az ismerősöket, az érdeklődőket. Örök emléket állítsunk annak a 37 bányásztestvérünknek, akiket egy évvel ezelőtt, 1983. június 22-én a márkushegyi bányarobbanás alkalmából ragadtak el családjaiktól és szeretteiktől, a bányászok nagy családjától, az alattomos és kegyetlen természeti erők. Azok az erők, amelyek a dolgozó és alkotó ember sok évszázados erőfeszítései ellenére is úrrá lehetnek felettünk, és időnként tragikus és fájó jelzésekkel hívják fel a társadalom figyelmét a bányászatra. László államtitkár leleplezi az emlékművet, amely az ember és a természet erőinek örök küzdelmét szimbolizálja. A tűz lángjai között szenvedő ember némán kérdezi és hirdeti: tudjátok-e, hogy mi az ember? A por s a végtelen fia. Isten teremtő földi szellem, kemény, pöröly, vas végzet ellen. Ezer fönséges küzdelemben viaskodó harmónia, egekbe lendül lelke, karja, s kőhomloka, érc akarata. Győztesen lendül a magasba, és a mélységekbe száll tovább. Ember, hittel hiszek te benned, ember, forrón szeretlek én. Te nyomorúságos, hatalmas, te végzetes, te forradalmas. Te halálodban nyílt diadalmas utód, az Isten örökén. Ezek voltak ők 37-en.